Zöldváros program, megváltozott versenyszabályok és cukorrépa termesztés szerepel a Barcsi Krónika mai témái között. Köszöntöm Önöket a képernyők előtt, jó estét kívánok! Stúdiónk vendége lesz Szijjártó Attila, a Rényadráva Szövetség munkaszervezetének vezetője, akivel az újonnan kiírt mikrovállalkozásokat érintő pályázat részleteiről beszélgetünk. Észrevételeiket és javaslataikat továbbra is várjuk a képernyő alján megtalálható elérhetőségeinken. Kezdésként lássuk főbb témáinkat röviden. Sok helyen csúszik az építőipari anyagok szállítása, csúcsra jár ezekben a hónapokban a legtöbb cég. A Zöldváros program sok településen emiatt késésbe van, de Barcson jól halad a kivitelezés. Elkészült a viharban eltört korpusz utódja, az új keresztet a hétvégén szentelték fel a Barcsi Római Katolikus templom előtt. Tucatnyi technikával készült alkotások borították be a Hősök terét, alkalmi paravánok, oszlopok hirdették és mutatták meg a grafika tanszakosok idei munkáit a szabadtéri tárlaton. Hova és mennyit érdemes termeszteni és eladni a cukorrépából? Lehet-e helyettesíteni a hazai cukoripar egyik legnépszerűbb alapanyagát, ha a klímaváltozás miatt túl költséges lenne a területek öntözése? Erre is választ kerestünk a Dráva Coop Zrt-nél. Új forrásokra pályázhatnak a környékbeli falvakban működő mikrovállalkozások. A legkisebb foglalkoztatók építésre, webes megjelenésre, de gyártási korszerűsítésre is nyerhetnek forrást. Beköszöntött a vakáció a könyvtárba is. Bár hivatalosan nincs vége a tanévnek, Barcson végre vidám nyár köszöntővel fogadhatta meglévő és leendő olvasóit a könyvtár is. Online gyakorlatok, küzdelem és találkozás nélkül. Ezt a szomorú időszakot hagyhatják végre maguk mögött a Barcsi Judo Sport legifjabb képviselői. Elkezdődtek az edzések, már a táborok szervezése is zajlik. Barcson időre elkészül a Zöldváros program összes fejlesztése, mondta el a helyszínbejáráson a polgármester. Néhány alapanyag beszerzése problémát okoz, hiszen a piac igencsak felpörgött, de az évvégi határidőt biztosan vállalni tudja a kivitelező. A megyét tekintve Barcson szinte zöggenőmentesen halad a Zöldváros program megvalósítása. Az építést lassítja ugyan néhány alapanyag nehézkes beszerzése, azonban 2021. december 31-ére minden feladat elkészül a városban. Ez egy összetett és sok projektelemből álló beruházás. A befejezési határidő még messze van, ahhoz képest időarányosan nagyon jól állunk a kivitelezéssel. Különböző projektelemek különböző százalékos szinten állnak, még egyik sincs kész, folyamatosan zajlik a kivitelezés, úgyhogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A testvérvárosok terén a megfelelő ütemben halad a munka, azonban akad még feladat bőven. A közvilágítás teljes cseréje, a beton ülőkék VPC burkolatának felhelyezése, egy szökőkút kiépítése, továbbá a parkosítás befejezése még várat magára. Ez utóbbira még egy körben biztosan nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Nyilván itt a fáknak a megeredése az egy fontos történet, a zöldítés szintén. Itt valószínűleg majd az ősszel újabb próbákat kell tenni annak érdekében, hogy ezek a projektelemek is maradéktalanul megvalósuljanak. Tehát ha esetleg valamelyik fa nem ered meg, a zöldítés nem teljesen úgy alakul, akkor azt nyilván pótolni kell. Ugye azt tudni kell azért, hogy ez a beruházás ugye tavaly évvégén kezdődött, tehát itt a zöldítés télen nem lehetett, hogy ez megvalósuljon. Ugye az építéshez kapcsolódóan is ezeket ütemezni kell, tehát nem lehet még egyelőre minden olyan elemet feltenni, amit szeretnénk. Úgyhogy az építéshez kapcsolódóan kell ezeket a feladatokat is elvégezni, ütemezetten, arányosan. Sokkal nagyobb lesz a zöld felület, tehát az eredetihez képest sokkal több fa fog kiültetésre kerülni, a zöld felületek jelentősen meg fognak növekedni, ezek rendezettek lesznek, úgyhogy meg tudom nyitatni a lakosságot, hogy ez egy zöld fejlesztés, és ilyen is lesz, mire átadásra kerül.
Nem csak a testvérvárosok terén zajlanak a zöldváros programhoz kapcsolódó munkálatok, a Bacsi Szabadidőközpontban is készközeli állapotot ért el a kivitelezés, akad azonban még befejezésre váró munka. A futópályánál ugye elsősorban a műanyagborítás, de az lesz a legutolsó, ami fölkerül. Ezen kívül ott lesz ugye a központi színpad, annak a térkövezése, ott most már a zsaluzási rész az megvan. Folyik a gazdasági épületnek a belső pucolása, és kívülre majd faburkolat kerül. Ezek hiányoznak, és bízom benne, hogy talán a lenti részt azt július közepén át tudjuk adni. Közbeszerzés alatt áll az egységes szelektív hulladékgyűjtő edények, valamint a padok kihelyezése, illetve a város központi játszóterének felújítása. Az ütemterv szerint augusztus végére, szeptember elejére már kikerülhetnek az új játszótéri elemek méltó helyükre, sok kisgyermekes család élvezheti majd a korszerű, modern játékokat. Lesz kerítés, tehát nem lesz nyitott, hiszen ez a játszótér, ez 40 millió forintos beruházásból készül, modern játszótéri elemekkel, és hozzáteszem, hogy amint elkészül a játszótér, akkor beindul a kamerarendszer is, tehát a központi helyeket, amiket most teljesen megújítunk, azokat kamerával fogjuk felszerelni és figyelni a rongálásokat, a károkozásokat. 2021. december 31-ére tehát szinte teljes bizonyossággal állítható, hogy a zöldváros program minden egyes eleme megvalósításra kerül. Jó hír ez, jól teljesít a város. Sajnos azonban nem mondható el ez a környék településeiről, sok esetben még a kivitelező is hiányzik a projektből. Somogy megyei viszonylatban nagyon jól állunk a Barcsi fejlesztésekkel, a zöldváros fejlesztéssel is. Nagyon sok helyen még olyan szinten állunk, hogy egyrészt akár kivitelező sincs, tehát nem tudunk kivitelezőt sem találni a beruházásokhoz, illetve valahol még el sincs kezdve. Nagyon kevés olyan zöldváros fejlesztés van, ami már be van fejezve és átadott és jó és használható. Tehát ilyen szempontból Barcs kifejezetten jól áll. Van egy szerződés, belefértünk a támogatási összegbe, ez nagyon fontos dolog, nem kellett még az önkormányzatnak ehhez súlyos milliókat hozzátenni ahhoz, hogy megvalósulhasson. Ez is szerintem egy nagyon pozitív dolog másokhoz képest főleg, úgyhogy ilyen szempontból szerintem összefoglalva azt tudom mondani, hogy jól állunk, nagyon jól állunk. Nem kell tehát már sokáig várnunk, hogy a város újra rendezett arcát mutassa felénk. Színes felületek, programhelyszínek is épülnek, így a zöld felületek bejárható és használható közösségi térré válhatnak. Keresztet szenteltek a Barcsi Római Katolikus templom előtt. A régit egy vihar tette javíthatatlanná. Az idei pünköstkor már állt az új kereszt, mely az egyházközség, a város és a magánszemélyek összefogásának jóvoltából készülhetett el. Felszentelték a Barcsi Krisztus Király templom előtt a közelmúltban felállított keresztet. Azt a keresztet, melynek minden eleme, sőt még az anyaga és a színe is jelentőséggel bír. A szertartás a szűk közösség közös ünnepe volt, mint ahogy a tervezés, kivitelezés és finanszírozás is összefogás eredménye. Az előző év nyarán egy viharban kidőlő fa ledöntötte és összetörte az addig itt álló keresztet. A homokkő keresztet most egy gránittal pótolja az egyházközösség. Tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Tényleg nagyon rossz volt, hogy a régóta itt álló homokkő keresztet egy vihar elpusztította, de azonnal jött a segítség. Még abban a napban hívtak telefonon egy helybéli, aki azt mondta, hogy ne izguljak, ő segít anyagilag. Polgármester úr abban a napban már szólt, hogy ne izguljak, mert a város is nagyon szívesen segít, és így állt össze. Aztán egy másik, vagy vállalkozó is jerezte később, hogy amennyiben szükség van, segít abban, hogy egy új keresztünk legyen. És ez tényleg a rossz mellett, ez egy csodálatos jó volt, hogy azonnal jött az összefogás. Az atya a városrendezés és a városkép miatt arra gondolt, nem mindegy, milyen stílusú kereszt készül, vagy milyen anyagból. Épp ezért a polgármester kérésére a város főépítésze Bánkuti Melitta és Szemre Antal építész kapta meg a tervezés feladatát. Ez egy sorszámozott, zsűrizett képzőművészeti alkotás, 100 darab van belőle a világon, utána összetörték a formát.
Ebből az következik, hogy Barcs városa, aki összefogásból állította ezt a keresztet, nagyon sokáig az utókor, most mondhatok itt nagy számokat, 200 év múlva is büszke lehet erre a korpuszra, mert ez a test kifejezi azt, amit a korpusz igaziból a világon mindenütt kifejez. A szenvedő, önmagát feláldozó Krisztust egy ácsolt fakeresztre feszítették, melyet a Golgota egyik kimélyített kőgödrébe csúsztattak és kiékeltek. Mindenféle hivalkodás nélkül, szerényem. Ott nem volt semmi olyasmi, hogy fölemeljük. Ezt muszáj ennek a keresztnek is elképezni, és van ő mellette kettő darab váza, az egyikre egy Mária jegy van vésve, a másikra egy Szent János jegy van vésve, az pedig azt jelenti, hogy ez a két ember, az édesanyja és Szent Jánost térdeltek a kereszt mellett a lehető legtovább. Mint mondta a tervező, minden egyes elemnek jelentősége van, de még a kereszt anyagának és színének is. Anyagát tekintve a hosszú távú fennmaradásban gondolkodtak, ezért esett a választás vasbeton alapra és gránitra. Maga a kereszt az egy ilyen barnába hajló gránit, amivel a 200 éves évszámot is föltettük az ajtó fölé. Ezt azért gondoltam így, mert ha végignézzük a templomot föntről lefelé, akkor körülbelül ezek a színek keverednek rajta. Tehát ez egyértelműen ez passzol hozzá. Az alján a világos színű gránit pedig a jeruzsálemi Golgotának a kövét jelképezi, mert az mészkő és homokkő keveréke. Az építésért Delibeli Gábornak és Migács Lászlónak jár köszönet, mert ők voltak, akik ezt tevőlegesen felállították és elkészítették a vasbeton alapon nyugvó, gránittal takart szerkezetet. Ez a korpusz és ez a kereszt úgy terveződött, hogy minden egyes pontja, a legutolsó sarokpont, a teteje, az alja, az mind az aranymetszés szabályai szerint van tervezve. Tehát olyan arányrendszer, amit 6000 évvel ezelőtt találtak ki, és azóta az épületeken, az emlékműveken, a szobrokon, még a tipográfiában is az alapméretrend, az az aranymetszés. Tehát ennél szebb arányrendszer nincs a Földön. A szentelést követően Sas Rudolf atya is megköszönte a kőfaragók munkáját, és az adományozók bőkezűségét is. Az összköltségvetés 2.400.000 forint volt, mely összeget a néhai Horváth József esperes huga, Horváth Mária, Seres László vállalkozó, a város és az egyházközség finanszírozott. Ez az ünnepség tulajdonképpen egy előzőleg megkezdődött fejlesztés lezárását is jelentette. Ugye volt egy pályázat, amikor gyakorlatilag a körmeneti utat meg tudtuk a pályázatból készíteni, ezt külön nem szenteltük, mert úgy gondoltuk, egy út szentelés azért nem végzünk, de én úgy éreztem, hogy mivel a felajánlók is megérdemlik, és maga a kereszt is megérdemli azt, hogy méltó módon indítsuk, hogy úgy mondjam, csúnya szóval útjára, tehát ezért a keresztet felszenteljük. De valóban egyébként a nagy kereszteket akár útmentén általában a lehetőségként föl szokták szentelni, hogy akik oda jönnek, imádkoznak előtte, így még pluszba kegyelmeket is nyerjenek. Az említett út a templomot öleli körbe, mely pünkösdre készült el, s melyet úrnapján már birtokba vett a közösség. Ha szentelése nem is volt, a gyermekek rózsaszirommal szórták fel, a körmenet résztvevői pedig bejárták. A Hősök terének a megújulása a szerves része a város zöldítési programjának, és ugye ez a tér, ez három helyrajzi számon szerepel, a közepe, ahol a templom van, az az egyház tulajdonában is van. Na most ezen a térrészen a város zöldítési programjával közösen ővelük pályázva tettünk vagy építettünk egy szakrális kört, hívjuk így, aminek az a célja, hogy a templom körmeneteit ezen tudjuk megtartani. Négy sarokpontján megvan a felállítandó sátraknak a helye. Ez pedig azért szerencsés, mert a mi vallásunk, nem csak a mi vallásunk, egyébként több istenhívő vallás ismeri a kerengőt. Ez nem egy belső kerengő, ez egy külső kerengő. És nagyon jó, hogy a templom így körbejárható, és idén az úrnapi körmeneten ez, hogy mondjam, használatba is lett véve.
A térrendezés során megtörtént az esővíz elvezetés, fehér hortenzia bokrokat ültettek a templom mellé, készült lépcsőfeljáró és az említett kerengő, vagy másként szakrális kör. A most felszentelt keresztel és az előző évben megkezdett térrendezéssel nem ér véget a munkálatok sora. Az egyházközség 14 millió forintot nyert a templom torony felújítására. A kivitelezés még a nyáron megkezdődik, és őszre a templom tornya is megújul majd. A városvezetéstől szabadtér, a művelődési háztól pavilonok, az égiektől verőfényes napsütés, a város lakóktól pedig nagy érdeklődés párosult a grafika tanszak idei bemutató kiállításához. A Hősök tere így nem csak alkotókkal és alkotásokkal, hanem érdeklődőkkel és értékelőkkel is megtelt. Igazi nagy, talán nem is várt nagyságú érdeklődés kísérte a Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola grafika tanszakának évvégi bemutatkozását, melyet az idei évben a Hősök terén rendeztek meg. Minden fiatal maga választotta ki, mivel áll a nagy közönség elé, és ahogy látható volt, az alkotó kedvet nem befolyásolta az online oktatás miatti nehézségek sora, és a kapcsolatot is sikerült tartaniuk egymással. Én főleg ötleteket adtam, tehát minden nap feltettem különböző évfolyam korosztályoknak ötleteket, közös csoportunkban, és akkor abból aki, ami megtetszett, azzal foglalkozott, és azokat a munkákat hozták vissza. Szerencsénk volt, mert pont az alapokat sikerült átismételnünk, és a nagyok voltak azok, akik korán kerültek onlineba, nekik ez semmi gondot nem okozott, a kicsikkel meg sokáig tudtunk dolgozni, talán március közepéig, úgyhogy az alapokat megtanulták, onnantól kezdve meg azzal dolgoztak, amivel ők akartak. Ez a negyedik bemutatkozása a tanszaknak Eperjesiné Pósz Tündével, és a második szabadtéri. Az előző évben óriás dobozokon helyezték el az alkotásokat, a dobozokat pedig város szerte, hogy minél többen láthassák őket. De a mostani hősöktéri paravános megoldás igazán jó ötletnek minősült, közel 500 személy látogatott el hozzájuk, mégsem erre a legbüszkébbek. Arra, hogy amikor kijönnek az azonos korosztályú gyerekek, és rádöbbennek arra, amikor látják a társaiknak a nevét az alkotás mellett, hogy mekkora kincseik vannak. Amikor kijönnek a szülők, vagy kijönnek a pedagógus kollégák, akik megdöbbenve nézik, hogy jé, ez a gyerek, ez ilyen ügyes, és ezek a visszacsatolások, amikor most mennek el, és köszönik, és nagyon hálásak, hogy ennek részesei voltak ezért. Most 70 gyermek munkáját láthattuk a paravánokon, tavaly 100 gyermek volt, de a tanszakvezető azt mondja, az már nagyon nagy létszámnak minősült, és így minőségi munka végezhető. A gyerekek pedig maguk döntenek arról, hogy mit mutatnak meg. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt a művedet tesszük ki, ami mellé a nevedet is vállalod. Tehát ezt a gyerekek válogatják ki, hogy ő melyik az, amivel ő ki szeretne jönni, és melyik az a munka, ami mellé vállalja a saját nevét is. Van, aki 3-4 munkával jön, van, aki csak azt mondja, hogy egy munkát szeretne kihozni, de az olyan minőségű. Nagyon sikeresnek értékelhető az idei bemutatkozás, szinte folyamatosan érkeztek az érdeklődők, akik közül sokan éltek a lehetőséggel és üzenetet hagytak az ifjú alkotóknak. Ezek az elismerések különösen jól esnek egy a pandémia miatt versenyszegény évben, ugyanis a már jól ismert versenyeket, pályázatokat nem írták ki, ha mégis elmaradt a zsűrizés. A kiállítás így nagyon jó bemutatkozási lehetőség, és még visszajelzésre is van lehetőség. Hagyománnyá vált számunkra, hogy a gyerekek nevei mindig ott vannak az alkotások mellett, és én arra kérem a látogatókat, hogy jegyezzék meg azokat a neveket, akiknek szeretnének ők üzenni, és az üzenőfalunkon pozitív megjegyzéseket legyenek szívesek küldeni a gyerekeknek. Ezt én évvégén a bizonyítvány mellé szoktam csatolni, és nagyon megható, amikor kinyitják a gyerekek a bizonyítványt, és olvassák ezeket a kis apró pozitív motiváló gondolatokat. A munka azonban a kiállítással nem ér véget, sőt, a tanév végével sem. Tábor várja a grafikusokat, minket pedig majd szép nagy közös alkotások, melyek a tábor idején készülnek. Kényes növény a cukorrépa, a térségben azonban évek óta termeszti a Barcsi székhelyű Dráva Kóp Zrt. Korábban Horvátországba, majd Kaposvárra is szállították a termést.
Egészen a napóleoni háborúkig ismeretlen volt a cukorrépa Európában. A francia kereskedelmi útvonalak elárasztásával azonban újabb cukorforrás után kellett kutatni. Napóleont tudósok ajándékozták meg két cukorrépából készült cukorcipóval, akire akkora hatással voltak a cipók, hogy elrendelte több mint 32 ezer hektáron a növény termesztését, és még segítséget is nyújtott a gyárak alapításához. Magyarországon a cukorrépa termesztésnek mintegy 130 éves múltja van, a Barcsi termőterület a 2000-es évek óta éledezik újjá. Fogalmazhatok úgy, hogy történelmi idők óta termeszt a gazdaságunk cukorrépát, azért történelmi, mert a rendszerváltást megelőzően, amikor Magyarországon még 60-70 ezer hektáron történt cukorrépa termesztés, és nem ritkán elérte a 100 ezer hektárt. Igaz, hogy akkor 16 cukorgyár vásárolta a termékeket. Ma, és itt már a termesztési jövőre is lehet következtetni, összesen Magyarországon 12 ezer hektár répa termelődik, illetve ez a gazdaságunkban nem haladja meg a évenkénti 100 hektár, 80-100 hektár az a cukorrépa terület, amit a vetésforgónkba el tudunk helyezni. A Drávakóp ZRT 100 hektáron maximalizálta a területet. Ennek egyik oka az, hogy költségigényes növény a cukorrépa, így sok kockázati tényezőt kellett megvizsgálni a természetes előkészítésnél. Másrészt a tervezés során a rendelkezésre álló öntözhető területekkel is kalkulálni kellett, illetve azzal, hogy a növényt 5-6 évente tudják csak ugyanazon a termőterületen termeszteni. A cukorrépa termesztése a többi növényhez képest viszonylag nehéz, bonyolult. El kell képzelni azt, hogy egy hektárra 110 ezer kis magot helyezünk ki, aminek az összes tömege sem éri el a másfél kilogrammot, és ezek a répa magocskák, ezek nem nagyobbak, mint egy bors szem. És amikor betakarításra kerül a sor, akkor jó esetben másfél kilós az átlag tömegük, és van köztük 2-3 kilós is. Hát ez egy csodálatos, ez a természetnek a csodája. Ennek megfelelően, meg a tenyésztő hossza kapcsán, ugye februártól akár november-decemberig, de előfordul bizonyos területeken, hogy januárban van répakiszedés, de végig óvni kell. A gombabetegségek és a vetés körüli rovarok folyamatosan támadják a növényt, így elengedhetetlen a kártevők folyamatos irtása, a növény állandó megfigyelése. A gyomok erős jelenléte is komoly feladat elé állítja a növénytermesztőket, az irtószeres gyomtalanítás egyre kevésbé minősül humánusnak, így javarészt csak költségesebb módszereket vethetnek be a problémák kezelésére. Általában Európában is csökken a cukor iránti kereslet, ugye a helyes táplálkozás kapcsán ugye nagyon sok propaganda, gondolom nagyon helyesen szól arról, hogy minél kevesebb cukrot kell fogyasztani, ennek megfelelően kevesebb rá az igény, a cukor helyettesítőszerek terjedése miatt is. Úgyhogy a területek szűkülnek, egy ilyen biztonsági termelés van, ahogy az előbb említettem, és mindenki próbálja azért azokat a pozíciókat fogni, hogy azért ne legyen teljes mértékben kiszolgáltatott. A korábbi 13 magyarországi cukorgyárból ma már csak egy, a kaposvári működik, mely a szomszédságunkban lévő horvátországi cukorgyárakhoz hasonlóan kapacitása minimumát vásárolja. A termelési kedv is folyamatosan lanyhul, mert miután a kereslet csökken, az árak is nyomottak lesznek. Az elmúlt fél évben volt egy parányi emelkedés a cukorvilágpiaci árában, de a termelési igazgató szerint ez még mindig messze menőleg alacsony. Ezen okokból kifolyólag nem egyszerű tehát megtalálni az értékesítés módját és helyszínét sem. Korábban, és most a régmúltra gondolok, ugye egyértelműen a kaposvári cukorgyár volt a célpontunk, aztán azt követően, miután a kaposvári cukorgyár külföldi kézre került, és más lett a kapcsolatrendszere a magyar termelőkkel, mi is váltottunk, és direktben a horvátországi Verőcei cukorgyárral dolgoztunk együtt, ami kézenfekvő megoldás lehetett azért, mert legalább olyan megbízható partnerek voltak a fizetésben, valamint hát a földrajzi közelség azért itt tetten érhető, 18 kilométerre van a gyárkapu, tehát ez nekik is jó volt, nekünk is jó volt. Utóbbi időben sajnos ott is a
cukorál lanyhulása miatt a feldolgozó kapacitásaikat csökkentették, gyárakat zártak be, úgyhogy mi most azt a megoldást választjuk, hogy magyarországi kereskedőnek adjuk el, nem direkt feldolgozóknak adjuk el, és a magyar felvásárlónak a kompetenciája, hogy eldöntse, hogy a tőlünk megvásárolt répát mely irányba adja el. Volt rá példa tavaly előtti évben, hogy vegyesen értékesült, egy része Kaposvárra került, másik része Horvátországba, de ez igazából már nem rajtunk múlik. A cukorrépa termesztés nagyon összetett és komplex feladat, egész évre lefoglalja a termőterületet, és nagyon sok gondozást igényel. A cukor egyre inkább kiszorul a piacról, emiatt pedig a Barcsi termelési vezető szerint lehet érdemes lenne elgondolkodni valamilyen a cukorrépát helyettesítő növény termesztésén. Ehhez azonban kis országunk és a dél-magyarországi termőterület nem a legmegfelelőbb éghajlattal rendelkezik. Addig is ezen a kis területen a Bacskóp ZRT maga kis 100 hektárján tovább termesztik a cukorrépát. A folytatásban pedig beruházási fejlesztések ösztönzésével megyünk tovább. Stúdiónk vendége Szijjártó Attila, a Rinyadráva Szövetség munkaszervezetének vezetője. Üdvözlöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Fágjunk is bele, május 28-án kiírásra került egy újabb pályázat, amelyre a beadási, hát nem is határidő, hanem amitől kezdve lehet beadni a pályázatok, az július 1-e. A kis és középvállalkozások támogatására irányul most ez a felhívás. Lássuk, hogy miről is szól ez pontosan. Igen, tehát mikrovállalkozások pályázhatnak. Ugye jogilag ők is a kis középvállalkozás kategóriába esnek, de ezen a pályázaton csak azok indulhatnak, aki 10 fő fölött, vagy 10 fő alatt foglalkoztat, tehát a mikrovállalkozás kategóriába esik. Ugye a Barcs és Nagyatádi járások területén székhelye vagy telephelye rendelkező vállalkozások pályázhatnak, de Barcson és Nagyatádon nem lehet pályázatot megvalósítani, csak a vidéki térségekben, a falvakban. 5 millió forint támogatás összegig lehet támogatási kérelmeket benyújtani, 70%-os intenzitásról van szó, ez beruházás jellegű, tehát építés, felújítás, eszközgép beszerzésre lehet pályázni, működési költségekre vagy forgóeszközökre például nem lehet. Ahogy már mondta, a benyújtás kezdete az július 1-től indul, innentől kezdve egy folyamatos benyújtás van szakaszos elbírálással. Ugye legkésőbb december 31-ig lehet ezeket a pályázatokat benyújtani, és havonta vannak szakaszhatárok. Attól függően, hogy mennyi lesz az igény, valószínűleg ez jóval előbb fölfüggesztésre kerül, de mindig a szakasz határon, tehát mindig hónap végén. Hogyha nagyon nagy lesz az érdeklődés, és nagyon sok pályázat érkezik be, akár már az első hónap végén ez felfüggesztésre kerülhet, mi inkább úgy gondoljuk, hogy valószínűleg augusztus végén kerülhet erre sor, de ez majd előtte ezt majd jeleznünk kell legalább 3 nappal, hogy fölfüggesztjük-e vagy nem. Akkor érdemes lesz szemfülesnek lenni, és időben jelentkezni, és időben lépni, hogy az ember a támogatáshoz hozzájuthasson. Így van, tehát ezért is van az, hogy legalább 30 nappal a beadás kezdete előtt megjelent a felhívás, mert ilyenkor az úgynevezett megismerési idő van, mindenki föl tud készülni, és utána, amikor elindul a beadási időszak, akkor ugye minimum a július 31-ig ez nyitva lesz. Miért pont ez a célcsoport lett meg célozva? Miért pont ennek a szektornak van lehetősége most pályázni? Ugye a mi térségünkben a mikrovállalkozások aki jelentős gazdasági szereplők, viszonylag kevés olyan vállalkozás van, aki már kis-középvállalkozás kategóriába esik, és talán a mikrovállalkozások azok, akik viszont nagyobb segítségre szorulnak. Ugye ezen kívül még azt kell tudni, hogy a helyi fejlesztési stratégiának a keretében kerül ez a pályázat meghirdetése, ugye ott nekünk több pályázati kiírásunk volt már korábban. Itt mi mindig több, mint a források 2/3-át az gazdaságfejlesztési intézkedésekre csoportosítjuk. Ugye megtörtént már ennek a kiírásnak az elődje, az egy sikeres kiírás volt, ott is egy hónap alatt beérkezett nagyjából 400 millió forint támogatás igény mikrovállalkozásoktól, és ők több mint 50 munkahely teremtését vállalták egyébként.
Tehát ez egy nagyon sikeres volt, de emellett voltak közösségi célú pályázati kiírásaink is önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. De miután ez lezajlott, a teljes keretünket gyakorlatilag kipályáztattuk, több körben kaptunk kiegészítő forrásokat. Amikor először kaptunk ilyen kiegészítő forrást, és voltak még olyan maradvány források, amit egy pályázó mondjuk, ha visszalép és nem valósítja meg a projektjét, akkor az a pénz az felszabadul, ami neki lekötésre került. Az így rendelkezésünkre álló keret az nem volt nagy, mint egy 30 millió forint. Azt nem akartuk vállalkozásfejlesztésre hirdetni, mert az túl kicsi lett volna az igényekhez képest. Tehát gyakorlatilag a közösségi célú fejlesztésekre nyitottunk újra kiírást, ők tudtak újra pályázni, és hát legutoljára ők voltak soron, úgyhogy most a vállalkozók következnek. Tavaly év végén kaptunk 95 millió forintot ilyen árfolyamkülönbözetből. Ugye amikor elindult ez a program 7 évvel ezelőtt, ugye a 14-20-as ciklus forrásairól van még szó, tehát a 14-es euró árfolyamon állt rendelkezésünkre a stratégiában a keret, és ugye ahhoz képest már jelentős változás volt, tehát ezt az árfolyam különbözetet kaptuk meg, hogy ezt még le lehet kötni, illetve az idén májusban pedig a következő EU ciklusnak a két heted részét kapjuk meg, mivel most ilyen úgynevezett átmeneti időszak van, ugye sokáig húzódott az EU költségvetés elfogadása, stb. Ezért azért, hogy ne húzódjon el sokáig, mire minden operatív program elfogadása kerül, hogy ne legyen lyuk a kiírások között, ezért a korábbi eljárás szerint lehet hirdetni a következő 7 éves ciklusnak az arányos részét, azt pedig most májusban kaptuk, az egy 151 millió forint. Ezt mind a két keretet, a tavaly novemberit és ezt az idei májusit is meghirdetjük egyben a vállalkozóknak, és majd amikor a következő EU költségvetési ciklusnak a teljes kerete a rendelkezésünkre áll, a maradék öt heted, akkor majd újra lesz közösségi célú és más kiírás is. Milyen előfeltételei vannak annak, hogy valaki részt vehessen egy ilyen pályázaton? Tehát mik azok a kritériumok, követelmények, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy valaki sikeresen pályázhasson? Igen, tehát már kell rendelkezni valamilyen vállalkozással, tehát pályázhatnak egyéni vállalkozók, KFT-k, BT-k, vagy adószámos magánszemélyek. A pályázat induló vállalkozás is, de akkor már meg kell, hogy történjen neki a bejegyzése, vagy ki kell, hogy váltsa már az egyéni vállalkozó igazolványt, tehát nem tud például magánszemélyként pályázni, és aztán, ha elnyerte a pályázatot, akkor kiváltani az igazolványát. Tehát mindenképpen már rendelkeznie kell, igen, akár vállalkozói engedéllyel, akár induló vállalkozásként. Igen. Azért szerettem volna ezt elmondani, mert ez egy változása a korábbiakhoz képest. Az előző kiírásunkat hirdetjük most újra minimális változtatásokkal, például ez az egyik változtatás. Nem volt olyan pályázó, aki magánszemélyként adta volna be, hogy majd vállalkozóvá válik, hanem általában már ezt korábban kiváltották, de úgy láttuk, hogy ha mégis lenne ilyen, akkor lehet, hogy itt nincsen minden leszabályozva a rendszerben, hogy akkor neki már a számlák akkor magánszemélyként szólnak, amikor elszámol egyéni vállalkozóként, vagy vegyessen, és akkor tisztább viszonyokat teremt, hogyha ő csak már vállalkozóként nyújtja be a pályázatot, és akkor minden számla is a vállalkozás nevére fog szólni. Mik azok, amit a pályázóknak kell teljesíteniük? Tehát nyilván van egy oldal, ahonnan a támogatás, a pályázat érkezik, és ami a feltételeknek megfelelünk, de ezek után biztos vannak teljesítési kritériumok is, ezek micsodák? Így van, tehát ez egy utófinanszírozott pályázat. Először be kell adni egy támogatási kérelmet, ezt egy elektronikus felületen kell megtenni ügyfélkapun keresztül. Ehhez először regisztrálnia kell mindenkinek, ez az agrárvidékfejlesztési támogatási rendszerbe kell regisztrálni. Ez az mvh.államkincstár.gov.hu oldalon keresztül lehet elérni nyomtatványokat. Minket, ha valaki keres az irodába, akkor nagyon szívesen segítünk ebben. Hogyha cég pályázik, akkor a céget is regisztrálni kell, és annak a képviselőjét is, mert csak magánszemélynek van ügyfélkapuja, ezért a cég nevében majd az őt képviselő magánszemély nyújtja be, és akkor meg kell, hogy hatalmazza a saját képviselőjét annak a beadására, mind a kettőjüknek regisztrálniuk kell. Ugye ez egy ilyen technikai feltétel, hogy valaki egyáltalán képes legyen benyújtani. Akkor attól függően, hogy ki mire pályázik,
alapvetően árajánlatokat kell gyűjteniük, három árajánlattal kell alátámasztani a költségeknek a realitását, építési projektek esetén pedig van egy úgynevezett építési norma gyűjtemény, ahol be van kódolva minden építési tétel, és ugye ennek megfelelően egy építésztervező készít egy költségvetést, készít tervdokumentumot, alaprajzokat, metszeteket, műszaki leírást, és ugye ezeket kell csatolni a pályázatokhoz. Ugye ezek alapján ez el lesz bírálva, vannak úgynevezett pontozási szempontok, kiválasztási kritériumok, a mi esetünkben az összes ilyen szempont az objektív, tehát nincsenek nálunk szubjektív pontozási szempontok, tehát igazából mindenki tudja, hogy neki mondjuk hány pontja lesz, mi az, amit vállalt, mi az, amit nem vállalt. Majd ezeket neki teljesítenie kell, mert hogyha elszámol, akkor majd ezek ellenőrizve lesznek. Ugye miután megszületik a döntés, itt pontozásos rangsor van, tehát nem számít a beérkezésnek a sorrendje, hanem mindegy, hogy valaki július 1-én adta be, vagy július 31-én, az fog dönteni, hogy ő mit vállalt, és az alapján hány pontja van. Ugye pontszám szerint rangsorba lesznek rendezve a pályázók, és aztán majd a keret nagyjából adja magát, hogy hol tudunk ebbe egy támogatható ponthatárt meghúzni. Mik számítanak jó pontnak? Hát ugye, ami nálunk a legtöbb pontot éri, hogyha valaki térségi szállítót vagy kivitelezőt alkalmaz, ez 30 pontot ér a 100-ból, ugye ezzel is azt szeretnénk, hogyha ennek egy ilyen multiplikátor hatása lenne ennek a támogatásnak, tehát az a pénz, ami ide érkezik, az itt maradjon a térségben, és itt sokszorozódjon meg. Ugye ezen kívül még a pontozásban voltak változások a korábbihoz képest, ugyanis 35 pontot ért korábban a munkahelyteremtés, azért is vállalták egyébként olyan sokan. Ezt lecsökkentettük 10-re, mert ugye a jelenlegi gazdasági helyzetben még gyakran az is probléma, hogy az ember megtartsa, illetve nem látja azt, hogy mi várható mondjuk jövőre, lesz járvány, nem lesz. Ugye nehéz olyan hosszú távú vállalásokat tenni, egy ilyen pályázatnak 3 év a fenntartási időszaka, tehát nehéz ezt belátni. Meghagytuk a szempontot, de lecsökkentettük az értékét a 35-ről 10 pontra, és akkor helyette új szempontokat csináltunk. Az egyik az az, hogy az elmúlt 3 évből 2-ben pozitíve az eredménye, vagy egyben, vagy nem, ugye 10 pont, 5 pont és 0 pont. A másik, hogy mióta van a térségben a telephelye. Mert ugye mi megengedjük, hogy azok is pályázzanak adott esetben, akinek korábban nem volt a mi térségünkben telephelye vagy székhelye, hanem most települ ide. Akkor melyik esetben van a több pont? A régebb volt. Igen, hogyha több mint 5 éve van a térségben, arra adjuk a pontot. Mennyire népszerűek ezek a pályázatok? Mennyire bátrak a pályázók? Mennyi jelentkezés szokott ilyenkor lebonyolítódni? Hát a teljes keretünknél több mint 200 pályázatunk volt idáig ebben a ciklusban. Ebből 98 volt a vállalkozói. Ugye most is hasonló nagyságrendre számítunk, hiszen az első pályázati kör az 2018-ban volt, tehát azóta eltelt 3 év, és megengedjük, hogy akár ugyanazok is pályázzanak még egyszer, feltéve, hogy az előző projektjüket már elszámolták. Tehát aki sikerrel pályázott és megvalósította a projektjét, akkor ő akár pályázhat újra is. Aki pályázott, de még nem csinálta meg, akkor őt egy kicsit ezzel ösztönözzük arra, hogy akkor csinálja meg, vagy valami történjen vele. Illetve hát azért folyamatosan tapasztaljuk az érdeklődést, tehát úgy gondolom, hogy most is nagyjából a 100 pályázatra számítunk, illetve a keretünk is nagyjából azt adja, hogy ennyit tudnánk támogatni. Milyen tervek vannak még a jövőre? Mi az, ami egyelőre körvonalazódni látszódik? Így van, tehát hogyha ez az idei évnek a feladata lesz, ez a mikrovállalkozásos kiírás, tehát most ez a nyáron beadásra kerül, utána elkezdjük ezeket bírálni, hiánypótolni, és mi nagyjából úgy számolunk, hogy az év végére meg lehet ennek az eredménye, de reméljük, hogy nem lesz ebben csúszás, és hogyha azt a másik, vagy hát a teljes keretet, a maradék 5 hetedet is megkapjuk, akkor újra azt majd le kell tervezni, hogy milyen célokra mennyit fordítsunk, és milyen feltételekkel kerüljön kiírásra.
Ugye a LEADER programban ez úgy történik, hogy egy alulról építkező módon fölmérjük a helyi igényeket, tehát nem mi találjuk ki az irodában, hogy kinek mire kéne pályáznia, hanem nagyjából megpróbáljuk fölmérni az igényeket, megkérdezni az embereket, hogy mire lenne szükségük, illetve mindig azt szoktuk még figyelni, hogy mi az, amit nem tudnak más forrásból támogatást szerezni rá. Tehát mi azért is szoktuk például ezeket a kisebb mikrovállalkozásokat támogatni, mert mi úgy tapasztaltuk, hogy általában kiesnek a nagyobb pályázati rendszerből, és adott esetben nehezebben jutnak a forráshoz. Most egy új dolog a Magyar Falu program, és van falusi civil alap is, úgyhogy amikor majd az új kiírásokat készítjük, akkor ezt is figyelembe fogjuk venni, hogy ne olyat támogassunk, amit már ezek a programok támogatnak, hanem majd próbálunk olyan célterületeket keresni, amire szükség volna, igény mutatkozik, de onnan nem pályázható. És akkor így a két program jól ki tudná egészíteni egymást. Hol lehet önöket megkeresni, és melyik időszakokban mikor állnak a rendelkezésére azoknak, akiknek bármilyen témával kapcsolatban kérdésük lenne? Igen, hát mi hétköznaponként 8-tól 4-ig van ügyfélszolgálatunk a Széchenyi utca 38-ban. Ez a Deák Sportcsarnok a szemközt található zöld épületben van a sarkon, judóterem mellett. Rendben, nagyon szépen köszönjük a segítséget, és sikeres munkát kívánunk önöknek. Köszönöm szépen. Mi pedig folytassuk krónikánkat a következő aktuális témánkkal. Nem kellett sokat várni a Barcsi Városi Könyvtár első rendezvényeire. A hétvégén a kényszerű zár után már nyárköszöntőt tartott az intézmény. A gyermekközpontú programok ezennel megkezdődtek, a biblioteka megnyitotta a nyarat. Újra gyermekektől hangos a Barcsi Városi Könyvtár, nyárköszöntőt tartottak szombat délelőtt a könyvtár előtti téren. Légvár, lufihajtó bohóc és sok más színes program szórakoztatta a kicsiket és nagyokat, a hangoló színház is vidám perceket adott a gyermekeknek, sokaknak már kedvenc darabjaik is vannak a repertoárból. Eddig a hangoló színháznak 20 előadást készítettem, és mondhatom, hogy mind a 20 előadás a kedvencem, hiszen mindegyiket játszom, kérik, és a gyerekek azért kedvelik az előadásokat, mert részt vehetnek benne, úgy, mint az előbb látott állatok olimpiájában is együtt küzdenek, szerepelnek, akár állatbőrbe bújnak, és összemérik tudásukat, erejüket. Tehát így nem tudnék kiválasztani előadást, de talán a téli előadások, mivel azokat ritkábban játszom egy évben, csak 3 hónapra veszem elő, azok mindig újdonságok még nekem is ilyen hosszú idő után. Hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára ehhez hasonló programot szervezhetett a könyvtár. A korlátozások feloldásában, az újranyitás lehetőségével nem is volt kérdés a közösségi programok szervezése. Sokan várták már ezt a pillanatot, újra összejöhettek a barátok és a családok. Szerintem azért fontos az ilyen program, főleg, mint amit most a Barcsi Könyvtár szervezett, hogy együtt lehetnek a családdal. Tehát láttam, nagymama, nagypapa, szülők együtt vannak a gyerekekkel, és együtt élik át meg az élményt, és látják, hogy a gyerekek más környezetben hogy szerepelnek, hogy mennyire lelkesek, és hát ez mindig csodálatos érzés, ezt végigélni velük. A szombati programra már régóta készült a könyvtár, igyekeztek minél több szórakozási lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, kézműves és ügyességi játékokat szerveztek részükre, és természetesen sok-sok könyvvel ismertették meg őket. Mai napra egy nyárköszöntőt szerveztünk a gyermekeknek és a szüleik részére. Nagyon sokan jöttek, úgy gondoljuk, hát olyan 120-130 fő legalább részt vett a programon. Itt először a hangoló gyermekszínház előadását láthatták és hallhatták a résztvevők, ezt követően Légvárot használhatnak, lufihajtogatást, és aszfaltkrétában színezhetnek, kölcsönözhetnek, raktunk ki gyermekkönyveket is. A szombati nyárköszöntőt szabadtéren tartották meg, így mindenki részt tudott venni a programokon, hiszen a könyvtár belső tereibe továbbra is csak a védettséget igazoló okmánnyal lehet belépni. Az időjárás kedvező volt, kellemes, jó hangulatban telt a délelőtt. Én úgy gondolom, hogy mivel olyan hosszú idő telt el, hogy programot tudtunk mi szervezni, van rá igény. Ez is mutatja, hogy ilyen sokan részt vesznek ezen a programon. Mi is féltünk attól egy kicsit a szervezéskor, hogy ennyi idő eltelt, és az emberek annyira bezárkóztak, hogy most nehezebben fognak eljönni a programunkra, de körül kell nézni, nagyon sokan vannak a rendezvényünkön, és ennek nagyon örülök.
Az ingyenes rendezvény reggel 9 órakor kezdődött, és egészen délután 1 óráig folyamatosan érkeztek a gyermekek családjaikkal. Ez csak az első program volt a Barcsi Városi Könyvtár nyári kínálatából. Más programokkal is készülnek a vakáció idejére. Július 5-e és 9-e között olvasótáborba várjuk a barcsi gyerekeket. Ezt általános iskolásoknak hirdettük meg. Mint minden évben, idén is a legkisebb korosztály, az első-másodikosok lesznek a legtöbben, de 6. osztályos korig vannak jelentkezőink. A táborban a célunk, hogy megismertessük a gyerekekkel a könyvtárunkat, a könyvtár használati szabályokat és az itt igénybe vehető szolgáltatásokat. Szeretnénk nekik minél több értékes irodalmi alkotást bemutatni, hogy a nyári szünetre legyen olvasnivalójuk, a klasszikus és a kortárs irodalmi alkotásokból egyaránt szemezgetünk. Gyermekkacaj, lufi kardozás és rengeteg szemet gyönyörködtető aszfaltrajz. Talán ezzel lehetne summázni a Barcsi Könyvtár szombati nyárköszöntő rendezvényét. Sokan vettek részt a programokon, jó élménnyel tértek haza kicsik és nagyok. A Barcsi Városi Könyvtár továbbra is várja, nem csak programjaiban a város lakosságát, könyvtári állományuk folyamatosan megújul, és várja a könyvek szerelmeseit. Az új szabályozásoknak köszönhetően már a 10 év alatti gyermekek is rendelkezhetnek versenyzői licenccel, így a 6 és 10 év közötti judokák is újra részt vehetnek a szervezett edzéseken és versenyeken is. A Barcsi Judósport Egyesület újra elkezdte a felkészülést. A dózsóban tett látogatásunk alkalmával a legfiatalabbak mutatták meg tehetségüket. Így! 4! Újra dózsóba vonultak a barcsi judokák, ismét felzendül a hangos, kemény felszámolás, megmutatják a legifjabbak, mire emlékeznek még októberről. Mert hogy bizony, a Barcsi Judósport Egyesület legfiatalabb növendékei már több mint fél éve nem állhattak tatamira, a koronavírus járvány harmadik hullámában teljesen leállították az edzéseiket. A leghátrányosabb helyzetbe tehát a 10 év alatti növendékek kerültek, a tanév elején éppen csak kezdték elsajátítani a sportág alapjait, október végétől már bezárult számukra a Hidasi Ervin judóterem kapuja. Először is ugye letiltották az edzéseket, mivel mi kontaktsport vagyunk, tehát sokkal fokozottabban érintett bennünket a járvány és a járványra vonatkozó rendszabályok, tehát érintkeznek a gyerekek egymásra, ezért ugye megtiltották az edzéseket első nekifutásra, majd később, amikor már lehetett edzéseket tartani, akkor pedig az a, hát úgy mondhatnám, hogy a hátrányos helyzet érintett bennünket, hogy csak a versenyzői kategóriát engedték az edzésekre, így a 10 év alatti gyerekeinket nem edzhettük. Ez nagyon megviselte a judóklubot, az edzések és a közösségi élet hiánya rányomta a bélyegét a növendékek mindennapjaira. Az sem könnyítette meg a helyzetet, hogy a judokák között és azok szülei között is több volt a covidos beteg, sokan féltették a versenyzői igazolással rendelkező növendékeket is az edzésre engedni, a 10 év alattiakat pedig egyszerűen nem edzették. Ennek a problémának a megoldására azonban felülről érkezett a megoldás. Nagyon örülünk ennek az új szabályrendszerű versenyzésnek, hiszen már régóta az van, hogy 10 éves kor alatt nem versenyezhettünk kisgyerekeket, és így egy kicsit háttérbe szorultunk más sportokkal szembe. Így a Magyar Judo Szövetség, illetve a Nemzetközi Judo Szövetség kidolgozott egy új versenyrendszert, egy úgynevezett Kodomono Katát, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy gyerekversenyzés. Egy új versenyrendszert hoztak be, amelyben egy kicsit egyszerűsítették a dobásokat. Azokat a technikákat, melyeket veszélyesebbnek ítéltek, finomították az új szabályozás értelmében. A szögletes, nagyívű dobásokat lekerekítették, egyszerű ledobássá, földre vitelre alakították át. Az új rendszerű versenyzésre már a Sportorvosi Egyesület is megadta az engedélyt, úgy tűnik tehát, hogy a 6 és 10 év közötti gyermekek is részt vehetnek már az edzéseken, mint versenyzők, hivatalosan ők is versenykategóriába tartoznak ezentúl. Pótolnivaló verseny és nagy megmérettetés pedig akad még bőven. Már két versenyen mi is részt vettünk, egy junior országos bajnokságon, illetve most a Covid miatt van nekünk kötelező régiós versenyen való részvétel, amit mi teljesítettünk is, illetve ugye most jelenleg folyik Budapesten
a judo világbajnokság, illetve hát a nagyok készülnek még az olimpiára, tehát a válogatott versenyzők. Azt az ígéretet kaptuk, hogy az elmaradt fontos versenyeket, így a magyar bajnokságokat is mindenképp pótolni fogják majd az év második felébe. De nem csak munkával fog telni a következő időszak, a judósport közösségteremtő és összetartó erejéről sem szabad megfeledkezni. Így a június végéig tartó edzések mellett toborzó tábort is szerveznek a jelen és jövőbeni judokák részére. Mindenképp szeretnénk még egy nyári programmal lezárni a fél évünket, illetve június végéig még vannak edzéseink. Augusztusban pedig a szokásos edzőtáborunkat szeretnénk megrendezni, ami augusztus utolsó hetében lesz, és jelenleg most annak a toborzása folyik. Aztán utána pedig kezdődik a hivatalos versenyszezonunk. Nehéz, hosszú időszak áll a judósok háta mögött, de lelkesedésből most sincs hiány. A ragyogó szemű ifjoncok alig bírtak magukkal az edzések folyamán, mindenki meg akarta mutatni tudását. A koronavírus, mint ahogy szinte minden sportágban, a judósok életét is megnehezítette, de a növendékek előre tekintenek, örülnek, hogy újra a közösségben lehetnek, és készülhetnek a következő szezonra, és nem utolsó sorban az élményekkel teli nyári táborra. Ennyi fért e heti krónikánkba, zárásként lássuk főbb témáinkat még egyszer röviden. Sok helyen csúszik az építőipari anyagok szállítása, csúcsra jár ezekben a hónapokban a legtöbb cég. A Zöldváros program sok településen emiatt késésbe van, de Barcson jól halad a kivitelezés. Elkészült a viharban eltört korpusz utódja, az új keresztet a hétvégén szentelték fel a barcsi római katolikus templom előtt. Tucatnyi technikával készült alkotások borították be a Hősök terét, alkalmi paravánok, oszlopok hirdették és mutatták meg a grafika tanszakosok idei munkáit a szabadtéri tárlaton. Hova és mennyit érdemes termeszteni és eladni a cukorrépából? Lehet-e helyettesíteni a hazai cukoripar egyik legnépszerűbb alapanyagát, ha a klímaváltozás miatt túl költséges lenne a területek öntözése? Erre is választ kerestünk a Dráva Coop Zrt-nél. Új forrásokra pályázhatnak a környékbeli falvakban működő mikrovállalkozások. A legkisebb foglalkoztatók építésre, webes megjelenésre, de gyártási korszerűsítésre is nyerhetnek forrást. Beköszöntött a vakáció a könyvtárba is. Bár hivatalosan nincs vége a tanévnek, Barcson végre vidám nyár köszöntővel fogadhatta meglévő és leendő olvasóit a könyvtár is. Online gyakorlatok, küzdelem és találkozás nélkül. Ezt a szomorú időszakot hagyhatják végre maguk mögött a barcsi judósport legifjabb képviselői. Elkezdődtek az edzések, már a táborok szervezése is zajlik. Friss krónikával legközelebb egy hét múlva hétfőn várjuk Önöket a képernyők elé. Addig is megtekinthetik adásunkat YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Kollégáim nevében is megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!